Sziasztok! A mai videóban megmutatom, hogy milyen csomagok érkeztek hozzám az utóbbi időben. Szerintem ilyen online rendelések videónak fogom ezt elnevezni, mert mindegyik termék, hát így online vásárlás eredménye. Egy van, ami most érkezett, ami unboxing lesz, szóval most fogom nektek kibontani, hogy mi van benne. Én sem tudom, ez egy ilyen PR csomag szerűség, úgyhogy fogalmam sincs, hogy milyen márka, fogalmam sincs, milyen termékek. A másik két csomagról már van fogalmam, meg már az nem unboxing, használtam őket, úgyhogy ezt gyorsan kinyitom, és megmutatom, hogy, és megnézzük, mivel mondtam, én sem tudom, megnézzük, hogy mi van benne. Wow! Ez egy doboznak tűnik. A dobozban egy doboz. Ezek meg csak ilyen kibélelt dolgok. Ilyen. Ez, bubis. És ez, jaj de jó! Úristen, nézzétek milyen aranyos. Egy ilyen dobozkában érkezett. De jó! Ez a, úristen, de aranyos. Nézzük. De jó! Na, először is, wow, egy ilyen doboz. Legelőször is egy nagyon fontos közlemény, hogy az iparfümeria.hu mostantól notino.hu néven érhető el. Ennek nagyon egyszerű oka van, hogy ez az oldal több országban is elérhető, és szerették volna, hogy minden országban egységes legyen a weboldalnak a neve, így Lengyelországban, Németországban, vagy mit tudom én, hol vannak, mindenhol egységes a terméke, vagy az oldalnak a neve. És egyébként így néz ki, van benne egy csomó-csomó minta, közben ezt így lerakom félig. Van benne egy Burberry Baby Touch illatminta, amit én személy szerint nem szeretek, úgyhogy ezt szerintem ki fogom dobni. Aztán van benne ilyen Dermedik kis minták. Szerintem ez arckrém lesz, de magyarul nincs feltüntetve rá. Szerintem ezek arckrémek. Aztán van itt egy Max illatminta. Max Energizing Woman illatminta. Még kettő ilyen Dermedik minta volt. Hú, nagyon sok minden van ebben. Van itt egy ilyen Airborne BB krém kis minta. Tök jó. Az a baj, hogy nincs ráírva magyarul, se angolul, úgyhogy remélem, hogy rá fogok jönni, hogy mi, milyen, melyik, hogy kell használni. Aztán van itt egy ilyen Vichy Ideália kis szintén minta. Ez... szerintem ez is ilyen géles gélkrém, csak annyit ír. Aztán van itt egy ilyen lemongrass. Hát ez mi? Tök jó egyébként, hogy nincs ráírva magyarul, mert itt tényleg gőzöm sincs, hogy... Ha ráírok, akkor le fogom írni valahova írni nektek, hogy mi a neve pontosan. Aztán, jaj, de aranyos, nézzétek már, egy ilyen Nivea mini krém is érkezett, ez nem hiszem, hogy ilyen minta, mert ez 50 millis, és ilyet még nem használtam, Nivea frissítően hidratáló krém. Gondolom ez ilyen multifunkciós krém, kézre, arcra, mindenhova. Aztán egy Bioderma Sensibio H2 mini micellás víz, hát ez géz, hát ez nagyon aranyos. Ó, még nem próbáltam, de nagyon kiszerettem volna már próbálni, és kíváncsi vagyok rá, hogy szuperál. Szerintem mennyiből azért már ki lehet deríteni, hogy milyen. Aztán egy Veled a kézkrém is érkezett, ami nekem már van egy nagy kiszerelésem belőle, és egyébként nagyon-nagyon szuper. Akkor egy Revlon hajkondicionáló, talán. Azt hiszem. Egy ilyen... mondjuk ez... keratinos és szőkehajra van. Elvileg.
Igen, hogy ne sárguljon be a haj. Úgyhogy én nekem erre nem lesz szükségem. Majd meglátom, hogy mi lesz a sorsa. Aztán ilyen kis hajgumik is érkeztek. Ezek a... Ez állítólag nem törik a hajat, meg nagyon-nagyon jó a hajnak. Nem próbáltam még, és igazából nem is vagyok nagyon odáig érte, hogy kipróbálhassam, de minden esetre kíváncsi leszek rá. Akkor van még itt egy Escada Especially parfüm minta. Jaj, most kivontam, ami így néz ki. Van itt egy aloe verás nyugtató krém, ez is egy minta. Jaj, de jó! Van itt egy Vichy termálvizes ilyen frissítő spray. Na, erre nagyon-nagyon kíváncsi leszek. Vichy termékeket egyébként nem nagyon próbáltam, és már itt van 2-3 Vichy termék, ami majd egy tesztelés alatt lesz. Akkor egy szokásos ilyen Mary Blanc fogkrém, nem tudom mennyire látjátok. Akkor egy Eucerin Even Brighter szemkörnyékápoló talán? Vagy arckrém? Nem tudom. Van még itt egy Vitality by M valami, ami... Gőzöm sincs, hogy mi. Tényleg nem tudom. Nincs gél... Se a... De, várjunk, van. Aha, egy ilyen tisztító, arctisztító, és hát azt írja, hogy ilyen arctisztító és arcradír. Nem hallottam még erről a márkáról. Aztán van egy Vichy 50-es fényvédőt tartalmazó, 50-es bronz fényvédő, vagy hogy van ez? 50-es fényvédőt tartalmaz, és ilyen bronz szint is kölcsönös, szóval ez ilyen fake tan, vagy hogy mondják azt magyarul, önbarnító. Elég picike. És van még itt egy SVR. Nem tudom micsoda. Egy ilyen kalciumos hidratáló krém normál száraz bőrre. Ez tök jó lesz. Normál száraz bőröm van. Remélem ezt azért 2-3-szor fogom tudni használni, hogy kialakuljon róla egyfajta véleményem. És az utolsó termék az egy bronzosító. Hát arcbronzosító. De jó. A Garniertől egyébként, ez az Amber Soleil 1 hétig tartó cucc. Na hát erre kíváncsi leszek. Most így a télen nem tudom, hogy mennyire fogom használt venni, de meglátjuk. Ez nagyon brutális ez a csomagolás, nagyon örülök neki. Nagyon szép, tök aranyos gesztus. Nagyon cuki. A következő termékek a Makeup Plaza-ból vannak. Rendeltem pár sminket, és egy olyan márkától rendeltem, ami számomra hát nem igazán ismert, legalábbis nem volt nagyon ismert, illetve sehol sem láttam így magyar blogosok vagy youtubosok köreiben, ezért úgy gondoltam, hogy szerintem tök jó alkalom lenne arra, hogy ezeket bemutathassam, és egy picit megismertesselek titeket ezekkel, így rendeltem pár terméket az Aura márkától. Egy ilyen sima levélborítékban, levélcsomagban érkezett, és most ezt széttépem, hogy ki tudjam belőle venni a dolgokat, amiket egyébként már próbáltam, szóval lassan 2 hete már nálam vannak. Az első, és azt kell mondanom, hogy majdnem a legnagyobb szerelmem, ez a blender, ami igen, koszos, sajnálom, de megint lusta voltam kimosni. Ez, mint említettem, Aura blender, és valami hihetetlen mennyire jó. Én nem vártam tőle olyan nagyon-nagyon sokat, mert azért mégis egy ilyen olcsó árkategóriás blenderről van szó, 1800 forintba került, de eddig azt kell mondanom, hogy szinte ez a legesleges legjobb blender, amit én valaha használtam. Gyönyörűen el lehet vele osztatni az alapozót, korrektort, lehet vele gyönyörű... Nem szív magába terméket, én általában vizesen szoktam egyébként használni, úgy sokkal-sokkal jobb, nagyobb is.
Ha gondoljátok, akkor fogok csinálni róla egy külön videót, vagy blogposztot, vagy valami ilyesmit, majd írjátok meg, hogy szeretnétek-e. A következő egy bronzosító duó, ami hatalmas, szóval amikor hozzám megérkezett, akkor így néztem, hogy ez ekkora lenne? Hát ez ilyen elfogyhatatlan mennyiség, ugyanis ekkora. Akkora, mint a tenyerem. És ebben van kettő darab bronzosító szín, egy sötétebb és egy világosabb, ahogy láthatjátok. Én ez legelőször is, legalább kezdjük a elején, egy picit csalódott voltam, ugyanis mindenféle swatchot, mikor megnéztem, illetve a honlapon is ez egy matt bronzosítónak tűnt, viszont ez eléggé csillámos. Mert nem az, hogy csillámos, de fényes. Szóval fényes mind a bronzosító, mind ez a... Hát én ezt highlighternek fogtam be. De egyébként, miután használatba vettem, arcon nem igazán tűnik fel, hogy fényes, gyönyörű színe van, nagyon jól lehet vele kontúrozni, ilyen hideg tónusa van, és egyszerűen nagyon-nagyon szuper, jól is pigmentált, elégedett vagyok ezzel is, és ez is 2000 forint alatt volt, talán 2200 forint, nagyon maximum, úgyhogy ezzel is abszolút elégedett vagyok, de amivel... későbbiekben is elégedett leszek, arról majd mindenképpen fogtok látni videót, ebben biztosak lehettek, illetve a kedvences videóban is fel fog tűnni, ami így hosszabb távon is bevált. Aztán a következő, amit rendeltem, ez egy sminkfixáló spré, nem kell elmondanom, szintén az Aura márkától, és ezzel is nagyon szkeptikus voltam, igazából az egész rendeléssel szkeptikus voltam, mert egy viszonylag olcsóbb árkategóriás termékekről van szó, sőt, hát ilyen a közép árkategóriának nagyon az alja. Szóval például ez a sminkfixáló is ilyen 1000 forint, vagy 1500 forint, ami szerintem olcsó, mármint hogy ahhoz képest, hogy milyen drágán lehet már sminkfixálókat venni. Lényeg a lényeg, hogy én ezt az elmúlt két hétben számtalanszor próbáltam, és én imádom. Szóval lelőttem már így elég terméknek a poénját, szerintem ezt biztos, hogy látni fogjátok kedvences videóban, ugyanis nagyon-nagyon szuper. Egy kicsit olyan érzete van a bőröm, mint hogyha hajlakot fújnánk rá, picit így megfeszíti a bőrt, vagy én nem is tudom, hogy mondjam, de úgy tudnám ezt így, nem tudom definiálni, hogy így összetartja és így fixálja maximálisan az alapozót meg a sminket az arcunkon. Negatívuma is van, például aki így, nem azt mondom, hogy kényesebb, de aki mondjuk nem szereti a nagyon erős illatú termékeket, annak lehet, hogy nem fog ezt tetszeni, ugyanis elég erős illata van, illetve bármennyire messziről fújja az ember az arcára, nem tudom, így be kell fogni az embernek az orrát, vagyis visszatartani a levegőt, hogy ne lélegezze bele ezt az erős illatot, mert akkor elkezd így nem fuldokolni, csak így megköhögteti az embert. Én úgy szoktam használni egyébként, hogy durván ilyen 30-40 centiről fújom az arcomat, befogom visszatartom a levegőmet, utána egy kicsit így ellegyezgetem a fölösleget, és utána nyitom ki a szememet, és utána veszek csak levegőt, és nekem maximálisan bevált így. A következő termék, az egy alapozó, és ezzel egy picit mellé lőttem, színügyileg is legalábbis, mert direkt nem vettem meg a legvilágosabbat, mert mondom, nem a legvilágosabb az arcbőröm, de lehet, hogy azt kellett volna megvennem, ugyanis ez a 802-es Natural árnyalat egy picikét, sőt, nem is picikét, eléggé sötét az én bőrömhöz, vagy bőrömhöz képest, és önmagában nem is nagyon tudom használni, hanem alapozó világosítóval, illetve világosabb alapozókkal tudtam eddig használni. Egyébként szerintem tök jó, szóval szépen el lehet oszlatni. Jó fedése is van, a finise se az a nagyon-nagyon matt, hanem inkább ilyen élettel teli arcbőrt kölcsönöz a bőrnek, és állítólag ez ilyen C-vitaminos, igen, C-vitaminos alapozó. Egyetlen egy negatívuma a terméknek az, hogy nagyon-nagyon könnyen leesik a teteje, szinte nem is fogja, szóval
alig-alig tartja, és ez abszolút nem táskába bedobós, illetve még neceszerbe se raknám én bele jó szívvel, mert szerintem biztos, hogy szét fogja maszatolni az egész táskát, illetve neceszert. Úgyhogy ez ilyen itthon használós alapozó lesz. Nagyon utazni szerintem nem lehet vele. 3000 forintba került, hogyha jól tudom. És nagyon gondolkozom rajta, hogy megvegyem-e a legvilágosabb árnyalatot, és akkor azzal, ha mondjuk ha az nagyon világos lenne, akkor a kettőt keverem, mert én tényleg úgy érzem, hogy egy jó alapozó lesz ez. Aztán van egy Aura Primer is, egy ilyen pórus minimalizáló, E-vitaminos, mattító primer, ami 25 millis és viszonylag drága volt, mármint hogy, vagy viszonylag drága, mert 25 milli és ilyen 2000 forint körüli ára van, és érdekessége, hogy zöld színű. Szóval ti láttatok már zöld színű primert? Mert én nem. És eddig csak párszor használtam, negatívuma, pozitívuma is van, lesz mindenképpen róla szó, bővebben most nem szeretnénk róla beszélni. Illetve az utolsó két termékettől a márkától két folyékony matt ajakrúzs, amire nagyon-nagyon kíváncsi voltam, és legelőször, mikor megérkezett hozzám, és így próbálgattam, nagyon csalódott voltam. Ugyanis én utálom az ilyen bársonyos, matnak titulált rúzsokat. Nagyon úgy tűnt, hogy ezek ilyen bársonyos finisűek lesznek, és na jó, mondom, megint egy ilyenbe belefutottam, már lassan kísérletezgetni sincs kedvem. Aztán viszont, miután kipróbáltam, és eltelt 5 perc, hogy az ajkaimon volt, elkezdett megszáradni. Először ezt használtam, ezt a világos színt, ami a 602-es Ringöbel, a másik árnyalat, ami egy ilyen sötét, ilyen, nem is tudom, milyen szín ez, ilyen kicsit ilyen szürkés, bordós, lilás szín, egyébként ez a 625-ös a Break the Rules. Szóval ezt kentem fel először, és először ugye mondtam, hogy nem tetszett, hogy ilyen bársonyos, aztán éreztem, hogy kezd megszáradni, viszont tök jó volt, hogy nem ragadt. Szóval nem úgy volt, hogy így összetapasztotta az ajkaimat, hanem olyan érződött, hogy van valami rajta, de abszolút nem ragadt. Ezekről is lesz bővebben szó, most csak így megemlítettem, hogy ők is érkeztek hozzám. Ezt talán jobban szerettem, és a formulája is jobb, hogyha így most gyorsan kellene valamit ezekről mondanom. Ezzel meggyűlt egy picit a bajom, ez pedig szoszó. De majd mindenképpen lesz róluk szó. Ezek, ha jól tudom, ilyen 1500 forintba kerültek, úgyhogy ha úgy nézzük, nem is egy drága folyékony rúzs kategória. És az utolsó kategória a körömlakkok. Az emot.hu-ról rendeltem 3 darab OPI körömlakkot, és ennek is van egy nagyon pici sztoria, ami nem is sztori, csak gondoltam megemlítem nektek, hogy én ezt Nikinél láttam, hogy lehet az emagról körömlakkot rendelni, OPI körömlakkot. Nikinek a csatornáját majd megtaláljátok lent az infoboxban, vagy valahova kirakom, hogyha tudom. Szóval nála láttam, hogy rendelt 2 darab ilyen washingtonos, kiadásos OPI körömlakkot, és úgy gondoltam, hogy én is randarilozok egyet az emag.hu-nál, és OPI körömlakkok keresésébe kezdtem. Hát nagyjából egy ilyen 4 napot azzal töltöttem non-stop, hogy ezeket a körömlakokat csekkoltam, színeket néztem, swatchokat néztem, 8 féle helyen, 8 féle blogon néztem, hogy milyen színük van valójában, és végül pontot tettem a dolog végére, és megrendeltem 3 darabot, ugyanis 2 között nem tudtam dönteni, a 3. pedig abszolút egyértelmű volt, hogy jönni fog velem. Ez az utóbbi, ami abszolút egyértelmű volt, ez a ami most a körmeimen is van egyébként, ez az OPI Big Apple Red körömlakja, ugyanis én már nem tudom mióta, hónapok óta, vagy évek óta keresek egy olyan piros körömlakot, ami egy ilyen nagyon klasszikus, nagyon, szóval ilyen klasszikus, nem tudom ezt jobban kifejezni, és nem ez a narancsos piros, vagy nem ez a bordós piros, vagy nem ez a barnás piros, hanem ez a piros, megtaláltam. Ez a Big Apple Red, ez komolyan az, amire én évek óta vágytam. Nagyon örültem neki, hogy ezt vettem, mert rengeteg piros volt egyébként az oldalom, és rengeteg swatchot is megnéztem,
és végül emellett döntöttem, és nem bántam meg. Aztán a következő, ami kettő közül nem tudtam dönteni, az ez a kettő, és nem tudom, hogy látjátok-e, hogy mennyire hasonló a két szín. Az egyik ugye sötétebb, mint a másik, de a kettő között nem tudtam dönteni. Ez mind a kettő a berlines kollekcióban volt, nem, a német kollekcióban? Hogy van ez? Nem tudom, nagyon új vagyok még ebben a körömlakkos diban az OPI téren. A lényeg, hogy az egyik a My Very First Knackwurst árnyalat, egy ilyen nagyon szép rózsaszínes, de még egy pici szürkét is látok benne, ez a színű körömlak. A másik pedig ez a fura nevű Berlin Der Dandet körömlak, ami inkább ez a lilás, szürkés, eszmetlen gyönyörű körömlak. A pirosat, mint mondtam, most ez van a körömön, szóval azt már próbáltam, illetve ezt a világosabbat, ami az a Knackwurst féleség. Darabja egyébként 2290 forintba került, úgyhogy én úgy vettem, hogy hát így OPI viszonylatban viszonylag jó árban sikerült megvásárolnom őket. Egy kis sztorit elmondanék erről a rendelésről, vagyis kettőt. Az első, hogy én megrendeltem egy szerdai napon. Azt az információt kaptam, hogy következő hét kedden fog érkezni. Szuper! Mivel tudtam, hogy én kedden nem leszek itthon, ezért Gáborhoz rendeltem a céghez, hogy majd ő átveszi. És végül az úgy megbonyolódott, hogy én pénteken kaptam egy SMS-t, vagy nem, szombaton, mert akkor munkanap volt, szombaton kaptam egy SMS-t, hogy ma szállítani fogják az egyik csomagomat. Oké. Aztán kaptam rá egy fél órára megint egy SMS-t, hogy kedden szállítani fognak egy csomagomat. És így hirtelen így összezavarodtam, hogy oké, egy csomagot rendeltem, ami az EMAG-tól érkezett, és miért kettőnek írták. Mindegy, a lényeg, hogy én felhívtam Gábort, mondtam neki, hogy a csomagom fog érkezni ma. Meg is érkezett a csomag, és ami érdekesség volt, hogy egy darab körömlak érkezett, ami ez a legvilágosabb szín volt, és így nem tudtam hova tenni, Gábor fölhívott, hogy egy darab körömlakot rendeltél? Mondom, ismersz, én egy darabot semmiből sem tudok rendelni, úgyhogy hármat rendeltem, ezért hívott föl, hogy hát gondoltam, hogy nem egyet rendeltél, de csak egy érkezett. Mondom, az hogy lehet? Mivel én előreutalással kértem, így nem kellett fizetni meg semmi, ő aláírta, mondom, de jó, most akkor kifizettem mind a hármat, és csak egyet kapok, hát ez nagyon jó lesz. Úgyhogy ez megérkezett, és akkor így gondolkoztam, hogy lehet, hogy az van, hogy ezt elküldték önmagába, ami megérkezik szombaton, a másik kettő meg majd kedden fog érkezni, semmi értelmét nem láttam egyébként, de mondom, jó, legyen. Fel is hívtam egyébként az ügyfélszolgálatot, és mondtam nekik, hogy hát ez meg hogy lehet, meg miért kellett szétszedni a csomagomat, amikor megrendeltem, akkor azt láttam, hogy mindegyik raktáron van. Mindegy. Aztán hív megint a futár, mert ja, a másik, hogy direkt Gábornak a telefonszámát adtam meg, hogy őt hívják, mivel hogy hozzáviszik oda a céghez, és hogy őt hívják, mikor ott van. De nem, engem hívtak, fölveszem, mondom, igen, szóval csomagot hoztam, ide meg ide, mondom, jó, de mondom, mi nem azt a számot hívják, ami föl van írva? Hát ez a szám van fölírva. Jó. Aztán mondom, utána hívtam fel az ügyfélszolgálatot, és ugye mondtam, hogy mi a probléma, egy darab körömlak érkezett hozzám, plusz még a telefonszámot sem tudták normálisan rögzíteni, mert nem ezt a telefonszámot adtam meg értesítendőként. Mindegy. Rá egy órával, miután fölhívtam az ügyfélszolgálatot, beszéltem a futárral, aki kivitte az egy darab körömlakot, remélem azért tudjátok tartani a fonalat. Szóval rá egy órával, körülbelül vagy 3/4 órával csörög megint a telefonom, csomagom érkezett. Mondom, milyen csomagom? És megint a futár mondta, hogy érkezett egy emagos csomagom. Mondom, nem vitte még oda a céghez? Azt mondja, nem voltam még itt. Akkor mondom, hívjam föl Gábort, hogy mégse vette át a csomagot? Vagy álmodta, hogy ő csomag érkezett hozzá? Mindegy. Aztán mondtam neki, hogy hova vigye, meg kinek adja oda, és jött ez a kettő. Ez a lényeg, hogy külön küldték azt a lakot, meg ezt a két lakot, és olyan mérges voltam, és ezt tudjátok képzelni, azért, mert Gábor pont ment volna el valahova, és pont vissza kellett hívni, már autóban volt, és már indult volna el, és vissza kellett hívni, hívták bentről, hogy csomagod érkezett, gyere vissza.
Szóval nagyon meg van bonyolítva, és én először azt hittem, hogy a posta hibája. Nem, először azt hittem, hogy az EMA hibája. Szóval rájöttem, hogy mi van, hogyha a posta hibája, de nem lehet a postának a hibája, és a futárnak a hibája, mert ő, ha egy csomagban benne van, ő nem fogja szétszedni, szóval az EMA-osok két külön csomagként feladták. Szóval mindegy. A másik kis történet, egyébként ingyenes volt a szállítás, szóval lehet, hogy ezért, nem tudom, mindegy, ingyenes volt, az a lényeg. A másik pedig, hogy rá egy, nem tudom hány napra, durván egy hétre elkezdték reklámozni, hogy óriási készletkisöprés az EMAG-nál, és megjelölték a termékeket, amit még kisöpörnek. Most én egyből gondoltam azt, hogy na, fogadjunk, hogy a szerencsémet tekintve, ezeket a lakókat 1500 forintért fogják kiárusítani, amekkora szerencsém van, tényleg erre számítottam. Gyorsan felszaladtam az oldalra, megnéztem, hogy mennyiért árulják. Készletkisöprés címszó alatt 2800 forintért árulták, amit én hát egy 5 nappal ezelőtt, vagyis 5-7 nappal ezelőtt 2300-ért megvettem, úgyhogy jelen álláspontom szerint én az EMAG-ot nem tudom nektek ajánlani, legalábbis azóta folyamatosan bombázok azzal, hogy értékeljem a terméket, meg a szállítást, meg minden, mondom, nem akarjátok, hogy nem akarjátok, hogy én értékeljem ezt a megrendelést, mert biztos, hogy mínusz egy csillagot fogtok kapni. Minden jó, hogyha a vége jó, vagy hogy van ez a mondás. Elégedett vagyok ezekkel a körömlakókkal, de nem mondom el még egyszer, mindegyikről lesz külön szó, vagy blogpost, vagy ha kedvences videóban lesz benne, akkor látni fogjátok, illetve minden más videóban. Ha benne lesz, akkor majd elmondom, hogy a végső tapasztalataim mik a termékekkel kapcsolatban. És ennyi lett volna ez a videó, remélem, hogy tetszett nektek, ha így van, ne felejtsétek el lájkolni, illetve ha még nem vagytok feliratkozva a csatornámra, akkor nagyon-nagyon örülnék, hogyha megtennétek, hogy ne maradjatok le a legfrissebb videóimról, ami egyébként kedd, csütörtök és szombaton kerül fel. Legyen csodaszép napotok, vigyázzatok magatokra, és egymásra is. Sziasztok!